Ez a módszer, aminek az a neve, hogy család felállítás, valamikor körülbelül 40 éven ezelőtt Németországból indult. Hogy miért onnan, ez nem véletlen, mert akkoriban kezdtek eszmélni azok a generációk, amelynek a korábbi, ugye, amelynek a felmenői, tehát a nagyszülők, nagyszülők, dédszülők és szülők valamilyen módon érintettek voltak ugye a II. Világháború történelmében, azaz, hogy nagyon sokan közülük elkövettek bizonyos dolgokat, részesei voltak, vagy egyszerűen csak hittek valamiben, amiben a cseperedő leszármazók már nem tudtak és nem is akartak hinni. Nagyon sok német tette fel akkor azt a kérdést, hogy vajon szerethetem-e az apámat, nagyapámat, dédapámat, nagymamámat, dédnagymamámat, anyámat, akkor is, ha ő valami nagyon az én értékrendemtől eltérő dologban hitt, vagy netán olyat követett el, amivel nem tudok azonosulni. Ez volt az első megközelítés ennek a módszernek, ezeknek az embereknek próbált segíteni, és azt az embert, aki szélesebb tömegben a családállítás módszerét elkezdte megismertetni, úgy hívják, hogy Bert Hellinger, ő már tulajdonképpen egy bácsi, hiszen bőven 80 fölött van, és az elévelhetetlen érdeme az abban van egyrészt, hogy egy nagyon markáns elméletet alkotott meg, erről még fogunk beszélgetni. A többit az tulajdonképpen sokféle módszerből szintetizálta, tehát ennek a módszernek, ahogy dolgozunk vele, ennek azért lehet, hogy hallottatok már erről, a pszichodrámában is vannak, a hipnoterápiában is vannak alapjai, és volt egy magyar származású, de szintén Németországban élt nagyon komoly szakember, akit Böszörményi Nagy Ivánnak hívtak. Ugye még az elméleti alapok is megjelentek már nála is, de Bert Hellinger volt az, aki, mint említettem, erre a tömeges igényre megpróbált valahogy választ adni, segítséget nyújtani, és ő hozta létre a család felállítás módszerét egyfajta szintetizálással és egy vadonatúj elmélet megalkotásával, és azért családfelállítás, mert ugye ezekre a kérdésekre elsősorban úgy keresték a választ, hogy a családtagokat jelenítették meg térben. Erről már mielőtt jöttetek, itt beszélgettünk, hogy ez a módszer azonban már bőven nem csak ezt tudja, hanem sokkal többet. El fogom mesélni, hogy mi mindenre jó. Tulajdonképpen nincs olyan kérdés, én azt gondolom, amit ne lehetne megválaszolni a családfelállítás módszerének segítségével, a technikáját felhasználva. A módszernek tulajdonképpen van egy összefoglaló neve, úgy hívják, hogy rendszerállítás. Pont azért, mert már nem csak a családi rendszerben kotorászunk, amikor válaszokat remélünk, hanem általában minden emberek alkotta közösséget rendszerként kezdünk el vizsgálni. Így van ez a családdal is adott esetben, és innen jöttek nagyon izgalmas felismerések, mert hogy ugye kiderült, hogy az alapcsaládunk, tehát édesanyánk, édesapánk és az összes felmenőnk, valamint a testvéreink, az egyetlen egy olyan emberek által létrehozott rendszer, ami zárt rendszer a világon. Minden további emberi rendszer, aminek a részesei vagyunk életünkben, az nyitott rendszer. Mert nyitott rendszer egy gimnáziumi osztály, egy foci csapat, egy sakszakkör, egy könyvtári közösség adott esetben. Mindig van bejárat, kijárat, jó, meg egy munkahely is például. Jó, néha nem mindig önként megyünk ki a kijáraton, néha kitesznek minket, de mindenképpen van átjárás. Az alapcsaládunkból viszont nem tudunk kiszakadni. Beleszülettünk, és ott amíg csak élünk, és furcsa, de még a halálunk után is a tagjai maradunk. Innen indult az elmélete az egész módszernek, és a másik nagyon fontos, amit mankóként használt, azt az első nagy emberi felismerést, ami még valamikor a legelső emberi közösségeknél fogalmazódott meg, ami talán úgy szól, úgy lehet a legegyszerűbben összefoglalni, hogy az egyén túlélési esélye mindig nagyobb, ha a csoport erejét is használja. Ugye annak idején az ősemberek hamar rájöttek arra, hogy ha együtt vadásznak, akkor van mamut vacsorára, ha együtt védekeznek a szomszéd barlang lakói ellen, akkor nagyobb eséllyel marad mindenki életben. Ma már a 21. században régen nem igaz, tehát fizikális síkon ez mind nem igaz. Hiszen a mamutat megvesszük kiporciózva az ABC-ben, a szomszéd barlang lakói általában békén hagynak minket,
A lelkünk mélyén azonban ezzel az érzéssel együtt születünk, ez abszolút be van kódolva, be van építve, és nagyon sokszor szinte mindent ennek próbálunk alárendelni. Akkor érezzük magunkat biztonságban, hova tartozhatunk, és ugye hova szeretnénk elsőbben tartozni, az alap családunkhoz. Tehát innen indul a módszer, és van még jó pár felismerése. Ezek közül tényleg nagyon röviden SMS-ben csak néhány dolgot, hogy át tudjátok egy picit látni a rendszert. Ugye, ha azt mondjuk, hogy ez egy zárt rendszer, akkor egész biztos, hogy kötött helyek vannak. Ugye egy zárt rendszeren belül nem lehet ide-oda ugrálni. Mit is jelent az, amikor megszülettünk, akkor nem mondták azt a szülészeten, hogy kiskezi csókolom, vagy ki kedves fiatalember, mégis melyik generációhoz tetszik akarni tartozni, hanem az volt a sorrend, hogy világra jöttél, vannak gyerekek ebben a családban, vagy még nincsenek, tehát akkor te vagy az első, vagy már vannak, és akkor te sorban arra a helyre tudsz belépni, ami még éppen üres. Tehát kötött helyek vannak. De a mesterséges rendszertanból azt is tudjuk, és ez igaz aztán a családi rendszerre is, hogyha kötött helyek vannak, nem lehet elmászkálni a zárt rendszer, akkor az egymáshoz nagyon közel álló rendszert alkotó elemek valószínűleg valamilyen kölcsönhatásban vannak. Igaz, a szülők a gyerekek a szülőkkel, a testvérek, na de a szülők a saját szüleikkel is, akik szintén a saját szüleikkel. Tehát tulajdonképpen ebben a zárt rendszerben mindenki mindenkivel valamilyen interakcióba tud lépni, nyilván áttéteken keresztül. Ez magyarázza bizonyos családi minták, tapasztalások átadását, átvételét és hatását. És még mondhatnám a további törvényszerűséget. Én azt gondolom, hogy ha elkezdünk dolgozni, és amit még láttunk térben, nagyon szívesen még hozzá fogom tenni. Most inkább nézzük meg az egyén szempontjából, hogy miért is fontos ez a módszer. Ugye minden ott indul, hogy megszületünk, és ezt nem a családállítás ismerte föl, ezt a lélektudomány bizonyítottnak tekinti, hogy ott a legelején többeszem első személy, tehát mi tudatban vagyunk a szüleinkkel. Ez egy nagyon fontos kötődés. Nagyon sokáig a lélekutatók azt vizsgálták, hogy miért van az, hogy mi szülők úgy beszélünk a gyerekhez, hogy megyünk az oviba, megesszük a vacsorát, felvesszük a cipőt. Ugye arra jöttek rá eleinte, vagy azt gondolták eleinte, hogy talán azért, mert a gyereket így akarjuk arról biztosítani, hogy nyugi, nem leszel egyedül, ott vagyok veled, segítek. Aztán kiderült hosszas kutatások után, hogy nem, ezt a szülő a gyerek lelkéből csatornázza le, mert a gyerek gondolkodik totális egységben. Tehát ő abszolút azonosnak érzi magát a szüleivel. Ekkor jött az a felfedezés is, hogy ugye ez a kölcsönhatás, amiről az előbb beszélgettem, ez ugye egy harmadik típusú kommunikációt is feltételez, hogy nem csak szavakkal, azaz, hogy verbálisan, és nem csak gesztusokkal, azaz, hogy nonverbálisan közlünk információkat egymással, hanem bizony nagyon gyakran, aki a másikkal szoros lelki kapcsolatban van, tudattalamból tudattalamba is mennek át információk. Erre szoktam mondani, hogy talán példaként, hogy nagyon nehéz eltitkolni a párunk elől azt például, hogyha megpróbálunk, vagy már túl is estünk rajta félrelépni, mert azon az első estén, amikor az első hetyegés után haza megy az illető, abban a pillanatban mindaz a vegyes érzéscsomag, ami a lelkében van, ilyenkor nyilván van egyfajta öröm, izgalom, az élmény hatása, és van lelkismeret furdalás, és mondjuk címkézzük így föl, ez az egész csomag ott van a másiknak a lelkében is. Egy jó darabig még nem emelkedik föl, nem tudatosul, de bizony ott van valahol mélyen, és ahogy rakódnak rá további információk, ez egyre inkább kezd felemelkedni, és eljön ez a nap, főleg mi nők, amikor fölteszünk egy kérdést, hogy drágám, mikor jössz ma haza, és valamiért magunk se tudjuk megmagyarázni, nem csak meghalljuk az automatikus választ, hanem egyszerűen oda nézzünk az illetőre, és meg is nézzük, hogy amit mond, az vajon mennyire van összhangban azzal, ahogy mondja, és innen, amikor érezzük, hogy itt valami nem stimmel, mert megint jön egy rossz érzés, innen már csak egy lépés a telefon, ugye a mai modern világban a telefont levadászni, vagy a Facebook levelezésbe beleolvasni, és kész is a lebukás. Tehát bizony a másik elől jobb, ha tudjuk, nem tudunk semmit eltitkolni. Ami még rosszabb, és amit néha figyelmen kivonjuk, a gyerekeink elől se tudunk semmit eltitkolni. Ugyanezzel a kommunikációs forrammal a gyereknek is minden ott van a lelke legmélyén. Mindent lecsatornáz a szülei lelkéből. Nem konkrét történeteket, ezt nem úgy kell elképzelni, de érzéseket. A gyerek tökéletesen érzékel, hogy a szülő
boldogtalan, ha a szülő fél, ha a szülő bánatos, ha a szülőnek bármi problémája van. Ugye nyilván azt is lecsatornázza a szülő boldog, de akkor minden rendben van, mert ha egy szülő boldog, akkor ő is biztonságban érzi magát, és ezzel különösebben nem foglalkozik. De amikor valami negatív, vagy őt félelembe ejtő érzést csatornáz le, akkor bizony elkezd, nagyon furcsa, de már egészen kora gyerekkorban elkezd túlélési stratégiákat gyártani. Ugye három nagyon markásan elkülöníthető lehetőség és út van. Ezek közül az utak közül néha valaki többet is kipróbál. Van, aki az egyikre esküszik, van, aki pedig kettőt is vagy hármat is megpróbál összegyúrni. De ugye mi az első lehetséges? Onnan indultunk, és továbbra is ott tartunk, hogy oda akarok tartozni közétek, mert hogy akkor vagyok biztonságban, lélekszinten, most nem a fizikális biztonságról beszélünk. Ezért a gyerek például arra felismerése jut, hogy ha ti szenvedtek, akkor én is szenvedni fogok. Mert akkor van egy közös nevező, valamiben hasonlítunk, és akkor, hogyha én is szenvedek, akkor tuti biztosan bevesztek magatok közé. Rendben, nekem ez mondjuk nem jó, mert hogy kezdem elszabotálni a saját életemet, de még mindig jobb, hogy biztonságban vagyok, tudom, hogy oda tartozom, mint hogy szembe menjek azzal, ami bennetek zajlik, ami veletek történik, és mondjuk azzal, hogy én nekem minden sikerül, esetleg kívül érezzem magam a családi rendszeren. A második választott, nagyon gyakran választott út, az pedig úgy szól, hogy azért ez nem igazán tetszik, amit látok. Apám és anyám, ugye, amit csinál, az nem igazán a boldogsághoz vezetett. Na, akkor én majd sokkal ügyesebb leszek, mondja a gyerek. Jól megfigyelem, hogy ti milyen döntéseket hoztatok. Ti mit hogyan oldottatok meg, mert hogyha az, ahogy ti működtök, boldogtalansághoz vezetett, akkor vagy sikertelenséghez vezetett, akkor ha én mindent másképp csinálok, akkor egy kicsit nagyobb esélyem lehet arra, hogy nekem összejöhet. Ezzel a stratégiával meg az a baj, hogy a gyerek elkezd viszonyulni. Minden egyes döntésébe tudattalanul, nem tudatosan beleépíti ezt a bizonyos listát, hogy ők így, akkor én nekem ezt mindenképpen másképp kell megoldanom. És nagyon furcsán működik a lelkünk, mert általában pont ez a lista ég bele, lesz a sajátunk, és az, aki ilyen nagy elánnal elkerülni igyekezett bizonyos dolgokat, vagy megpróbált különbözni ilyen nagy erővel, az, ahogy telnek az évek, szép lassan azt veszi észre, hogy mindenben, nem csak hogy hasonlít, hanem szinte kezd teljesen ugyanolyanná válni, mint a szülei. Látjuk, hogy ez a megoldási mód sem igazán praktikus. A harmadik a legfifikásabb, meg a legerőt bedobóbb, tehát a legtöbb erőt és energiát mozgósító. Az illető azt mondja, hogy oké, ti nem vagytok boldogok. Én most ugye a szülőkben zajló folyamatokat ilyen egy címkére vettem, hogy boldog-boldogtalan, de ezt próbáljuk egy kicsit azért tágabban értelmezni. De így lehet a legjobban lecsupaszítani, hiszen ugye az életünknek az értelme mégiscsak az lenne, vagy az egyik értelme legalábbis, hogy többé-kevésbé boldognak érezzük magunkat. Erre még mindjárt visszatérek, hogy azért ezt hogyan lehet a legjobban definiálni. Szóval, ti nem vagytok boldogok, akkor én majd jól megfigyelem, hogy vajon mi hiányzik, és megfejtem, mi hiányzik a ti boldogságotokhoz. Mi az, ami benneteket foglalkoztat a lelketekben? Mi az, amit ti nem tudtok megoldani? Miért nem tudtok hátradőlni és élvezni az életeteket? Ha megfejtettem, akkor én ezt megpróbálom nektek megadni, kijavítani, egy receptet adni rá, hogy hogyan tudnátok egy kicsit könnyebben élni. És amikor ez mind összejött, ti egyből boldogabbak lesztek, akkor végre, én is hátra dőlhetek, mert az a minta, amit látok, már bevállalható, akkor úgy tudok oda tartozni a boldog családba, hogy én is tudok boldog lenni. Ezzel meg sajnos az a baj, azt látjuk mi családállítók, hogy általában, ami a szüleink boldogtalanságát okozza, az nem megoldható. Tehát én nem tudom őket boldogabbá tenni. Ha anyámnak például azt hiányzik az életéből, mondjuk, hogy nem volt jó viszonyban a saját anyjával, vagy netán egy nagyon nehéz gyerekkor van mögötte, mert mondjuk az édesapja többször is bántotta őt, nem tudom őt visszavinni az időben, nem tudom ezt kijavítani, nem tudom átírni a gyerekkorát. Tehát nem tudom megoldani, hogy boldogabb lehessen.
Erre nagyon sokan vannak, akinek rámegy az egész életük. Innen jönnek azok a klienseim, akik 61, 2, hát 5 évesek, bekopognak az ajtómon, és azt mondják, hogy hát most halt meg nemrég édesanyám, előtte valami édesapám, vagy fordítva. Én meg körbenéztem. És azt láttam, hogy én nem mentem férhez. Nem szültem gyerekeket. Nem az a szakmám, amit én szerettem volna választani. Hol voltam 60x évig? És utána eljutnak addig a mondatig, hogy de hát én elrontottam az egész életemet. Mert föltettem egy feladatra, menedzseltem egy feladatot, amiről a végén kiderült, hogy lehetetlen feladat volt, és nem is tudtam sikerre vinni. Szóval nagyon nehéz ilyenkor azt mondani, ó, hát még annyi idő van előtted, még bármit megtehetsz, és még bármi változhat. Ilyenkor elég nehéz valakiben azt tudatosítani, hogy ez is rendben van, mert ez az ő vállalása és döntése volt. Na, és akkor itt a lényeg. De előtte a boldogság és boldogtalanságot, és utána megyünk tovább a szabad akarattal. Szóval nekem egyébként, ha már a boldogság és boldogtalanság körül forgunk egy kicsit, a legjobb definíciója a boldogságnak számomra az, amikor úgy szokták ezt meghatározni, hogy tulajdonképpen akkor boldog az ember, amikor a boldogtalanságnak minden lehetősége hiányzik az életéből. Tehát a boldogság nem más, mint a boldogtalanság hiánya. És ebben van némi igazság, sőt nem is kevés, mert hogy az, hogy mikor érzem, vagy mitől érzem magam boldogtalannak, ezt tökéletesen meg tudjuk fogalmazni. Beteg vagyok, nincs párom, nem tudom, a gyerekemnek van egy csomó problémája, elvesztettem a munkámat, stb. Ezt tökéletesen meg lehet fogalmazni. Na, tehát hogyha ezek közül semmelyik nem áll fönn az életemben, akkor nagy valószínűséggel boldog vagyok. Tehát a boldogság érzése az egy kellemes, tulajdonképpen semleges, ez a minden rendben van érzéssel egyenlő. Ezt persze lehet fokozni az életünkben, vannak olyan pillanatok, vagy rövidebb, hosszabb szakaszok, amikor szárnyalunk, amikor szerelmesek vagyunk, vagy valami nagyon összejön, de az mondjuk már a boldogságnak az a legfelső része. Az összes többi, tehát hogyha berendezhetjük úgy az életünket, hogy tulajdonképpen minden rendben van bennünk és körülöttünk, akkor azt gondolom, hogy nagyon boldogan élünk. És akkor most a szabad akarathoz. Ugye a mi módszerünk nem hisz az eleve elrendelésben. Mi azt mondjuk, hogy onnan kell mindent megközelíteni, hogy mindegy, mi van a felmenőinkkel, mindegy, hogy nekik mi jutott osztályrészül, mindegy, hogy ők boldogok vagy boldogtalanok, mindegy, hogy velük mi történt, mit tapasztaltak, tisztelhetjük őket egy csomó dologért, de tulajdonképpen ez azért mindegy, mert azt, hogy én mit kezdek az életemmel, hogy én hogy rendezem be az életemet, azt magam dönthetem el. És ugye erre alapoz ez a módszer is, amikor azt mondja, hogy én oda tudok tartozni a családomhoz akkor is, ha nekem jobban sikerülhet, mint a többieknek. Ha én boldogabb lehetek, mint a többiek. Sőt, tulajdonképpen ez jó mindenkinek. Mert hogyha nekem összejön, ha én kihozom magamból a maximumot, ha én tényleg csúcsra járatom magam és az életemet, akkor akik előttem járnak, mondjuk a szüleim, végre föllélegezhetnek, és azt mondják, hogy lehet, hogy nekem nehéz volt. Lehet, hogy nekem nem minden úgy jött össze az életemben, ahogy szerettem volna, de legalább a gyerekemnek sikerült. És hogy ilyenkor tudják kimondani a szülők azt, hogy érte, tehát a gyerekemért, még egyszer mindent végigcsinálnék előről. Habozás nélkül ugyanígy. Aki szülő itt ebben a teremben valószínűleg egyetért velem ebben, mert hogy onnantól kezdve a gyerek lesz egy pillanatnyi végeredmény egy hosszú folyamatban, és ha a végeredménnyel én elégedett vagyok, ha az rendben van, akkor az odavezető út is rendben van. Nem azt mondtam, hogy jó, rossz, könnyű, vagy nehéz, nem minősítettem, csak azt mondtam, hogy rendben van, mert valami jó esett ki az egészből. Na, innen közelít a mi módszerünk a családállítás, hogyha a filozófiáját tekintjük. És azért persze ennél egy kicsit még több ága, boga van. Most akkor azt mondanám, hogy hogyan dolgozunk, és aztán még azt is egy kicsit, hogy mindenre jó még ez a módszer. Hogyan dolgozunk?
Tehát van egy markáns megközelítésünk, elméletünk, azt mondjuk, hogy ide jön valaki, aki elmondja, hogy ez meg ez az életem problémája. Nem találok párkapcsolatot. Mindig ugyanabba a típusú partnerre ütközöm bele, vagy mindig ugyanaz a típusú partner jön az életembe, akivel értelemszerűen nem vagyok boldog, mert minden párkapcsolatomnak ugyanaz a kifutás. Vagy semmi szervi oka nincsen, és mégsem tudok teherbe esni, gyereket vállalni. Vagy van egy olyan furcsa betegségem, amire az orvosok nem találnak igazán magyarázatot, hiába járok ide-oda-amoda, mindenki azt mondja, hogy hát tulajdonképpen testi szervi oka nincs, de mégis léteznek ezek a bizonyos tünetek. Vagy nem tudok szabadulni a plusz kilóimtól, már a levegőtől is hízok, és tulajdonképpen nem indokolná semmi, de mégis rakódnak rám a kilók. Vagy én azt gondolom, hogy tökéletes anya vagyok, és mégis a gyerekemnek ilyen, meg ilyen, meg ilyen problémái vannak folyamatosan, akár viselkedésben, akár betegségek formájában. És akkor én még sorolhatnék sok mindent. Szóval elmondja az illető ezt az élet problémát, és akkor mi azt mondjuk, ugye ez a módszer elsősorban csoportra optimalizálódott, aztán persze kialakult az egyénüléses formája, erről is fogunk beszélni. Ilyenkor azt mondjuk neki, hogy rendben van, nézzük ezt meg, hogy lélekszinten vajon a te problémád hova vezet vissza, mivel van összefüggésben. És megkérjük az illetőt, hogy válasszon ki magának egy képviselőt, meg még bizonyos rendszerelemeknek, ha szabad ilyen kicsit szakzsargonnal élnem, azaz, hogy az adott témakörhöz kapcsolódóan, akár mit, ha gyerekének van problémája, akkor a gyerekének, ha betegségről van szó, akkor a betegségnek. Tehát kiválasztunk különböző szereplőket, nem adhok, mint mondottam, hanem mindig az adott témakörhöz kapcsolódva. És aztán ezeket a szereplőket, úgynevezett képviselőket megkérjük arra, hogy térben keressék meg a számukra legkomfortosabb pozíciót. Ugye kérdezhetitek azt, hogy na de oké, és akkor most el kell játszani valamit? Vagy mi alapján keresgélnek, vagy mi alapján mozognak? Három nagyon fontos szempont van, ezt hívjuk képviselő érzékelésnek. Az egyik, ugye több szereplő van a körben, ha szabad így fogalmazni. Mindig a többiekhez képest kell megvizsgálni, hogy milyen új érzések vannak, jönnek elő bennem, amik egészen addig nem voltak, amíg kint ültem, és csak egy nézője voltam ennek az egész előadásnak. De abban a pillanatban, hogy felálltam egy szerepbe, hirtelen, és ránézek valakire, és hirtelen elkezdtem utálni. Soha nem találkoztunk. Biztos, hogy nincs okunk rá, ahogy az is igaz, hogyha ránézek a másik, és elkezdem imádni. Megint csak soha nem találkoztunk, nem lehet okomra, hogy ilyen érzelmeket szedjek elő magamból, honnan is jönne. Tehát ezek valószínűleg már nem az én érzéseim, hanem az általam megjelenített szereplőnek, vagy fontos rendszerelemnek az érzései. Az érzések, ezek tehát ilyen primér érzések, vonz, taszít, tetszik, nem tetszik, szeretem, utálom, imádom. Látom, hogy eléggé kétségbeesetten néznek néhányan most így rám, hogy úristen, miket beszél ez a nő. Higgyétek el, ezért is szeretném megmutatni, és szeretném, ha kipróbálnátok, mert fogjátok látni, hogy ez tényleg működik, és tényleg így van, hogy az ember pillanatok alatt egy szerepben át tud lényegülni, és jönnek nagyon mélyről számára is megmagyarázhatatlan érzések. Néha egészen erős érzések, de lehetnek testi érzetei is a képviselőnek. Ezek nagyon egyszerűek, hirtelen, mint valami lehúzná a vállamat. Nem tudom miért, de ilyen gombóc lett a torkomba, alig tudok beszélni. Valami összeszorítja a gyomromat, földbe gyökeredzett a lábam, és így tovább. Hirtelen nagyon melegem lesz, vagy éppen elkezdek borzongani, és közben a teremben nem változik a hőmérséklet, tehát nyilván nem valami külső ráhatás szabályozza a hőmérsékletemet, vagy a hőérzetemet pontosabban. Szóval lehetnek ilyen testi érzetek. És a harmadik, amivel lehet a komfortérzeten javítani, vagy rontani. Adott esetben, amikor közelebb megyek a többiekhez, vagy távolodok, vagy valaki mellé állok, vagy éppen van olyan állítás is, és van olyan szerep is, hogy mindenkinek hátat fordítok, és azt mondom, hogy na így, tehát nem látok senkit, na nekem így a legkomfortosabb most, tök jó. Tehát azt képzeltem, hogy nincs senki a hátam mögött, van ilyen szerep is adott esetben. És akkor kialakul egy kezdőkép, hát azért szükség van ugye a családállítóra is, mert az ő pörgeti a fejébe ilyenkor a családállítók nagy kézikönyvét, tehát használja a módszer elméletét is, meg azért
tudja azt, hogy vannak beavatkozási lehetőségei, tehát átállít képviselőket, oldó mondatokat mondat ki velük. Ezek nagyon izgalmas mondatok, amit úgy szoktam elmagyarázni azoknak, akik nem próbáltak még ilyet kimondani, olyan varázsmondatok, mindegyiknek a végén van egy nagy mágnes, jó mélyre lemennek és hoznak föl érzéseket. Néha a tudatunk számára teljesen idegenek ezek a mondatok, és mégis nagyon sok érzést hoznak a felszínre. Tehát oldó mondatokat használunk. A lényeg az, hogy az állítás végére komplett választ tudjunk adni, vagy netán egy megoldást tudjunk konstruálni arra a problémára, amit az illető nekünk elmondott. Ugye itt még azért nem ér véget az egész történet, mert nem itt intézem el, hogy valaki el tudja dönteni például azt, hogy mi legyen a párkapcsolatával. Én meg tudom mutatni neki, hogy hol tart most lélekszinten ez a folyamat, akár benne, akár a párjában. Meg tudom mutatni azt, hogy vajon van-e szilárd alap, amire lehet építeni, hogy tovább menjen a kapcsolat, vagy esetleg sokkal inkább már arról van szó, hogy még nem tudunk szétmenni, de maradni már egyikünk se nagyon szeretne. A döntést viszont mindig az illetőre bízzuk, és ez minden témánál így igaz. Mi mutatunk egy lehetséges megoldást, konstruálunk egy lehetséges választ, de rábízzuk, hogy ezzel mit kezd. Tehát nem mondjuk, hogy ezt tedd, azt tedd, így kell, úgy kell, mert itt van a szabad akaratnak a jelentősége. Akár benne is lehet maradni egy nagyon, nagyon nehéz életfolyamatban. Egyáltalán nem kell kötelező változni, ez csak egy lehetőség. Más kérdés, hogy aki egyszer eljön családállításra, annak pekje van, mert ezek a képek olyan erősen hatnak, hogy nem tud úgy kimenni a szobából, hogy ne vinne a lelkében zajló folyamatokat. Tehát így is, úgy is valamilyen változás mindenképpen elindul, valamilyen változást elindítunk. Ugye azt ígértem még, hogy arról beszélek, hogy mi mindenre jó ez a módszer. Azért lett aztán rendszerállítás az összefoglaló neve, mert hogy ezen belül van a családállítás, erről beszélgettünk most egy kicsit hosszasabban, amikor ilyen klasszikus gyerekkorban begyűjtött elakadások, amik felnőttként akadályoznak minket abban, hogy jó minőségű életet éljünk, azokat próbáljuk a családi rendszeren belül megnézni, átvilágítani, megoldani. De létezhetnek olyan problémáink, és ezeket is le lehet remekül modellezni, amiknek már nem kell, hogy visszamenjünk az ősökig. Egyszerűen a jelen életünkben van egy döntési helyzet. Milyen iskolát válasszon a gyerekem? Rengeteg. Nem is gondolnánk, hogy hányféle szempont tud bezavarni, mert ha ezt néha megjelenítjük térben, ezt a kérdéskört, akkor rájövünk arra, hogy más szeretne a gyerek apja, más szeretne a gyerek anyja, más szeretne a gyerek. Nem biztos, hogy ez az iskola, amit mindenki szeretne, alkalmas a gyereknek, és így tovább. Nagyon egyszerű, miért nem tudom eladni a lakásomat? Ugye nyilván van egy, vagy házamat. Van egy adott ingatlanpiaci helyzet, ezt mindig tekintetbe vesszük, de azon túl néha kiderül, hogy nem csak erről van szó, hanem van valami olyan kötődésem ahhoz az ingatlanhoz lélekszinten, ami egyszerűen nem enged meg. Bejön egy vevő, és ugyan én azt hiszem, hogy mosolygok rá, de valami olyan jeleket küldök neki, ami még ajánlatot se tesz és kimenekül, mert egyszerűen érzi, hogy itt valami nem stimmel. Tehát egyszerűen nem készültem föl például lélekben, hogy elengedjem azt az ingatlant. Hiszitek vagy sem, nagyon gyakran erre is kell megoldást találni. És hát bármi, ami ilyen lemodelezhető, hogy mit tudom én, mi jobb nekem, hogy alkalmazott vagyok, vagy magánvállalkozó, melyik munkahelyen érezném én jobban magam, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ezeket hívjuk életstratégiai állításoknak, tehát úgy tudjuk ezt legjobban definiálni, hogy minden olyan kérdés, ami a saját életemben, saját jogon merül fel, ezeket nagyon klasszul térben megjelenítve lemodellezzük, és megmutatjuk, hogy na, ha erre mész, akkor valószínűleg megsporolsz egy csomó zsákutcát, buktatót adott esetben, hogyha olyan kérdésről van szó, még pénzt is. És ha már pénz föl, hogy is mondjam, merült, mint tényező, van ennek a módszernek egy olyan technikája, amit úgy hívunk, hogy pénzállítás. Nagyon jól meg lehet vizsgálni a pénzhez való viszonyunkat. Ugye hányan küzdenek azzal, hogy én tudom, hogy
nagyon jól dolgozom, jó szakember vagyok, de valahogy soha nem kapom meg a munkám ellenértékét. Mert mondjuk én nem tudom igazán elkérni és befogadni. Vagy bármennyit keresek, valami mindig közben, és valami mind, vagy kifolyik a pénz. És így tovább, és így tovább. Ezeket is nagyon klasszul meg lehet nézni ezzel a módszerrel, mert nagyon sokszor is itt például hitmondatok, olyan családi történetek hatnak, hogyha volt a családban egy tapasztalás, sok generációval korábban a konkrét történet, hogy honnan jött a tapasztalás, nem is ismert. De ha egyik generáció azt tanítja a másiknak, hogy becsületes úton nem lehet sok pénzt keresni, akkor valaki, ugye megint ott tartunk, az odatartozás, nagyon gyakran a sajátjának érzi ezt a hitmondatot, ugyan őt megakadályozza abba, hogy kifussa a maximumot saját magából, de azt mondja, hogy a családom azt tanította, akkor én inkább elszabotálom a lehetőségeimet, mert ők azt mondták, hogy becsületes úton sok pénzem nem lehet, tehát akkor nem lesz inkább sok pénzem. Lélekszinten ilyenbe is bele tudunk bizony-bizony keveredni, ezeket is föl tudjuk oldani. És hát aztán van a klasszikus szervezetállítás, mert ma már ez a módszer kisebb-nagyobb cégek, multinacionális vállalatok, politikai pártok, adott esetben országok legfontosabb háttérfolyamatait le tudja modellezni. Ezzel mi is sokat kísérletezgettünk, például az egyik legnagyobb magyar telekommunikációs cég 50 top menedzsere előtt csináltunk bemutatót, ami túlságosan jól sikerült, mert anélkül, hogy ők ott a vezérigazgató tehetett fel egy kérdést, és a képviselők olyan rejtett dinamikákat hoztak felszínre, hogy ott kis hián, tehát összeveszett mindenki mindenkivel, mert ott nagyon szépen látszott, hogy ki sunyog, ki vel és ki ver át kit. Nagyon-nagyon pontosan le lehet olyan mikro kötődéseket modellezni, amiket néha sokan nem biztos, hogy szívesen látnak, viszont például egy döntéshozónak, egy vezetőnek viszont nagyon fontos. De ugyanígy lehet akár a legkisebb családi vállalkozásoknál is, hogy is mondjam, átvilágítani őket, hogy jól működjenek. Ott például mindig az keveredik össze, hogy nem tudják szétválasztani a vállalkozásban résztvevők a saját magánszemélyüket. Tehát, hogy én vagyok az anyád, te vagy a lányom, de akkor, ugyanakkor te, mint a lányom vagy az ügyvezető, én meg a te beosztottad. Tehát ezek például nagyon összekeverednek, és néha ebbe belebukik egy kis vállalkozás, egy családi vállalkozás. És aztán van ennek a módszernek egy még izgalmasabb része is, amikor már tulajdonképpen nem egy kérdező van, hanem olyan folyamatokat modellezünk le, például országgyűlési választásoknak a várható végeredményét, ami tulajdonképpen mindenkit érint, és nem, mint mondottam, nem egy valaki kérdez egy konkrét dolgot, hanem nagy folyamatokat. A migráns kérdés, ugye nekünk volt az iskolánknak egy nagy kísérlet, ezt publikáltuk is, és nagyon büszkék voltunk rá, hogy az egyik legnagyobb angol szakmai lapunk ezt át is vette és megjelentették. Tehát például tavaly szeptemberben a migráns kérdést sikerült átvilágítani oly mértékben pontosan, hogy tavaly szeptemberben például látszott egy nagyon furcsa kötődés, vagyis hogy egy dinamika, ami úgy hívjuk, amikor a képviselők egymásra reagálnak, például az Amerikai Egyesült Államok, Németország és Törökország között. És akkor ezt senki nem tudta igazán elmagyarázni, hogy mi köze ennek a három államnak egymáshoz. Ma már tudjuk, ugye, aki a napi politikát követi, ma már tudjuk, hogy milyen paktum született nem olyan régen, pont e között a három ország között migránsügyben. Szóval nagyon-nagyon izgalmas. Én úgy szoktam mondani, hogy már is nagyon sok mindenre használjuk ezt a módszert, és még nagyon sok mindenre nem is tudunk, hogy mi mindenre lesz jó. Már említettem azt is, hogy ügyvédek mediálásra tudják használni, és Nyugat-Európában szappanoperákat tesztelnek a technika segítségével. Tehát ott például tuti biztosra mennek, tehát meg szokták nézni, hogy melyik főszereplőnek mikor lehet kifuttatni a sorozatból, hogy reagálnak rá a nézők, melyik fordulat, hogyan. Ilyet csináltunk mi is egy színdarabnál néhány évvel ezelőtt, amikor egy dramaturg lány eljött hozzánk, és azt mondta, hogy nem igazán tudja befejezni a színdarabot, mert az volt a dilemmának a lényege, hogy van egy titok, gyakorlatilag az egész színdarab egy titok körül forog, és az utolsó jelenetében a színdarabnak az egész család ott van egy vacsora asztalnál, és azt nem tudta igazán eldönteni, hogy mi a jobb,
hogyha az a titok csak néhány ott ülő számára egyértelmű, vagy ott az utolsó jelenetben a vacsora, aztán mindenki számára kiderül ez a titok. És ezt szépen lemodelleztük, ő megfogadta, az lett a vége, és aztán mi is nagy büszkeséggel olvastuk a kritikákat, hogy volt olyan kritikus, aki kiemelte, hogy különösen a darabnak a vége az nagyon-nagyon csattanó, és hogy nagyon jó lett a befejezése. Egy kicsit a saját vállunkat is veregettük, de természetesen ez a dramaturg lánynak volt az érdeme, csak örültünk, hogy a módszer még ilyenben is tud segíteni.